A Tolnai megyeszékhely lakosainak véleménye megoszlik arról, hogy milyen módon és mennyire kellene korlátozni azt, hogy az idősek volán mögé ülhessenek. Többen azt mondták, hogy nem kellene vezetnie senkinek 70 év felett. Azért elég sok baleset is van, ilyenből kifolyólag. Akad olyan is, aki szerint elég, ha az orvos ellenőrzi az illető alkalmasságát. Attól függ, hogy milyen állapotban van. Szerintem ez így jó, hogy orvos vizsgál és megállapítja, hogy lát az ügyfél, nem lát, fel tudja mérni a helyzeteket. Tolna megyében is volt olyan év, hogy kiugróan magas volt azon balesetek száma, amiket idős sofőrök okoztak. De ha nagyobb időtávot nézünk, nem ez a helyzet. A legtöbb balesetet a 30 és az 50 év közöttiek okozzák, mondja Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Az idősebb életkorúak a balesetek 25%-át okozzák, vagy szenvedik el. Ugye itt azért mondom a szenvedik el, mert gyakorlatilag az életkor, illetve ugye a csontozata, ahogy öregszik, gyakorlatilag a sérülés foka is nagyobb lehet, sajnos ezáltal. A szakember nem venné el az idősek vezetési lehetőségét, hanem egy vezetéstechnikai vizsgával méretné fel, hogy és milyen gyorsan reagál egy váratlan helyzetre, és azt is, hogy emlékszik-e a közlekedési szabályokra. Magyarországon 40 éves korig 10 évente, 40 és 65 éves kor között 5 évente, 65 éves kor felett 3 évente kell a szem, a mozgásszervek és egyéb képességek átnézését magába foglaló egészségügyi vizsgálatnak alávetnie magát annak, aki vezetni szeretne. 70 év kor felett pedig maximum 2 évvel lehet adni egy jogosítványt, de ha valakinek valamilyen betegsége van, például szívbetegsége, cukorbetegsége, vagy eszmetvesztéssel járó rosszul érte van, akkor gyakorlatilag lehet ennél sokkal rövidebb, vagy egyáltalán nem adható meg a jogosítvány. A házi orvosok ilyen esetben szakorvosok véleményét figyelembe véve hozzák meg a döntést. Franz Robert szerint ez nem könnyű feladat. Véleménye szerint számos tényező, mint a reakció idő, csak vezetés közben mérhető fel igazán.